A Madarász Imre Egyesített óvodában nyáron a hagyományos táborokat nem tudták megszervezni, hiszen minden óvoda 2 hét kivételével folyamatosan nyitva volt. Így 5 hetes projektekben dolgoztak mind a 9 óvodában. A Zöldfa úti óvodában a részletekről és a tanévkezdésről Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda vezetővel beszélgettünk. A Kunok életét bemutató 5 hetes projektben számos programot tartottak az óvodásoknak. Legjobban szerették a kerékpározást, a kézműveskedést, lovacskázást is. Sok programelemet azóta is visszahoztak a napi foglalkozásra. Ezekből a programokból igyekeztünk a gyerekeknek számos olyan programot felkínálni, és érdeklődésüknek megfelelően választhattak belőle. Legérdekesebb volt, legjobban szerették a hűvös időben a kerékpározást, illetve a kisebbek a futóbiciklizést, és bármilyen mozgásos játékot ajánlottunk nekik, a lovacskázást, a ugrálókat, nagyon szívesen fogadták őket. Nagyon szeretik a gyerekek a sátorkészítést, az elbújást valamitől, és akkor a saját kis birodalom kiépítését. Annál is inkább itt a kisebb meg a nagyobb gyerekek is összetudnak, vagy együtt tudnak működni, és ez nagyon jól szolgálja a fejlődésüket is. Ezeket úgy készítettük, hogy ezek tovább is használhatóak. Annál is inkább, mivel szeptemberben már nekünk van egy Mihály napi vásárunk, ami szintén egy hagyományápolás, ott az állatok világnapja. Tehát sok-sok olyan programunk lesz, ahol ezeket a játékeszközöket fel tudjuk használni. A rendkívüli helyzetben megtartották a nagycsoportos óvodások búcsúztatását, amelyre nagy izgalommal készültek az óvisok. A szeptemberi tanévkezdéskor érkező 10-12 kisgyerek beszoktatása után megtartják a szokásos Mihály napi vásárt a befogadó ünnepséggel, ahol a szülők is találkozhatnak majd egymással, de terveznek több nagyobb rendezvényt is a tanév során, így a múzeumban a barangolót, de az állatok világnapjáról is külön megemlékeznek, csak most a járványügyi helyzet megfelelően szervezik ezeket a programokat. Tanév elejé első rendezvénye a Mihály napi vásár, amikor nem csak a hagyományt elevenítjük föl, hanem ilyenkor szoktuk az új gyerekeket is az óvodásaink elfogadni. Aztán készülünk a múzeumban a csoportosokkal a barangoló rendezvényre, ahol a múzeum pedagógiai módszerekkel próbáljuk a termekben látott élményanyagot feldolgozni, és a gyerekeknek érthetővé tenni. Aztán lesznek még egyéb állatok világnapja, amikor elmegyünk egy-egy állatot megnézni közelebbről, hiszen most a járványügyi helyzet, illetve előtte levő intézkedések a nagyobb állat otthonokat nem teszi lehetővé, de tehát a kisebbeknek egy helyszíni foglalkozás, egy élményszerző séta is képet tud arról, hogy hogyan élnek az állatok a környékünkön, és nem utolsó sorban, ilyenkor az internetet adta lehetőséget is igénybe tudjuk venni, és akkor a gyerekeknek a kedvenc állatait meg tudjuk nekik mutatni internet segítségével. A 2 hét zárva tartás után most újult erővel kezdődtek el a munkák a Zöldfa úti óvodában is.